A tűzoltók egy része zakóra cserélte a bevetési ruhát az elmúlt péntek este. A Komárom és a Kisbéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a Komárom Almás Fizető Létesítményi Tűzoltóság bajtársai és családtagjaik ezúttal bálozni érkeztek március 24-én a VF Park étterembe. A három szervezet tagjai sokszor dolgoznak együtt a baleseteknél, illetve egyéb katasztrófa helyzetek esetén. Éppen ezért a bál egyik célja, hogy a szervezetek tagjai a munkakapcsolatok mellett kötetlen baráti hangulatú rendezvényen is találkozhassanak, és még szorosabb kapcsolatot építsenek ki. A bál nyitó ünnepségén Hántai Ferenc tűzoltó parancsnok köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében elmondta, hagyomány, hogy a tűzoltó bálon hirdetik ki az év tűzoltóját. A díjazott személyére a hivatásos tűzoltók maguk tesznek javaslatot. A parancsnoki köszöntőt követően Sinkovics Zoltán, Kisbérváros polgármestere, Kreft Horváth Lóránt Komárom város alpolgármestere és Molnár Attila városunk polgármestere is köszönetét fejezte ki a bajtársak példamutató munkájáért. Vagyok nagyon büszke rátok, mert egy igazi összetartó közösség vagytok. Egy olyan közösség, amely példát mutat szerintem mindenhol szerte a hazában. És ilyenkor nekünk egyetlen egy kötelességünk és felelősségünk van, amit meg kell tenni, az, hogy köszönetet mondjunk nektek azért a szolgálatért, amit végeztek. És azért örülök, hogy itt lehetek, mert ilyenkor tudom kifejezni azt a köszönetet a hozzátartozóknak, a hölgyeknek, külön köszönöm azt, hogy azt a hátteret biztosítjátok, ami ahhoz kell, hiszen azért az olyan, hogy bármikor éjjel-nappal menni kell, ünnepnap, hétvégén, akkor nektek a szolgálat van, akkor ott kell lenni. És ha jól tudom, azért voltam ugye részese tűzoltó eskünek, amikor tettétek le az esküt, akkor abban van egy olyan rész, hogy a szolgálati kötelezettségemet, ha kell, akkor az életem kockáztatása árán is teljesíteni fogom. Ugye jól tudom, van egy ilyen mondat a tűzoltó esküben. És a hozzátartozók, a feleségek úgy engednek el benneteket minden nap, hogy ezt az eskütöket bizony, hogyha kell, akkor akár az életetek árán is teljesíteni kell, és ezt soha nem lehet, én azt gondolom, sem meghálálni, sem megköszönni. És voltam részese, ahogy a Lóri elmondta, én is sok olyan eseménynek, káreseménynek, tűzesetnek, árvíznek bárhol, ahol tényleg ott álltam test közelben, és láttam azt, hogy mit tesztek az emberek életének a védelméért, testépségének a védelméért, vagy akár a vagyonuknak a megóvásáért, és ezt tényleg nem lehet megköszönni szavakkal nektek, de én köszönöm a hölgyeknek azt, hogy ezt biztosítjátok, ezt a hátteret nektek, meg azt, hogy ezt a szolgálatot ellátjátok, és megteszitek. A Covid miatt elmaradt díjátadást most pótolták, így a 2022-es év mellett a 2021 évi tűzoltó díja is átadásra került. 2021 év tűzoltója díját Dákai Csaba tűzoltó főtörzszászlós, míg a tavalyi évit Nyári Gábor tűzoltó főtörzszászlós, a Komáromi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dolgozói vehették át. A Komárom Almás Fizető Létesítményi Tűzoltóságtól Gerencsér Tamás kapott elismerést. A díjátadót követően kezdetét vette a felhőtlen szórakozás. Az est folyamán a talpalávalót kapitány Péter biztosította. A helyi vállalkozók felajánlásának köszönhetően a szerencsés résztvevők értékes tombola nyereményekkel térhettek haza.